Ahogy az a komolyabb tánciskolák záró rendezvényén szokás, invitásként a fiúk és a lányok föltűzték egymás ruhájára a csokrétát és a bokrétát. Majd megkezdődött egy nagy, mély lélegzetvétel után a visszaszámlálás, elkészülni, vigyázz rajt. Öt az egész világon elterjedt társas táncot, az angol keringőtől a csárdáson át a rock'n'rollig mutatott be közel 100 a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában idén végző diák, akik élve a mindennapos testnevelés tantárgy adta fakultatív lehetőséggel táncoktatásban részesültek. És most arra eljött a számadás, a bemutatás, szakzsargonnal élve a koszorúcska ideje. Az idén Varga János tanította be a gyerekeknek a táncot, hihetetlen személyiség, ezáltal a gyerekeket vonzotta a próbákra, de ez itt most látható volt, mert úgy vezette le ezt a koszorúcskát, hogy hihetetlen hangulat áradt itt az aulában. Annyi ember előtt sárba hempergettél? Na, most szólj, ha tudsz, ha pedig nem, akkor mars az áristrommas, ilyenkor meg. Csak hát majd szerzünk nyugorúzót egy kis idő múlva. Mint minden koszorúcska, ez is az angol keringővel kezdődött, és nem hiányozhatott a repertoárból a hazánkban is oly közkedvelt, társas táncá váló, más és gyorsabb mozgást és még kecsesebb testtartást igénylő bécsi keringő sem. A kakasdon tanító Varga János, mivel képzettsége papírja is megvan, szívesen vállalta a tánctanár számára igen hálás feladatát. Azt, hogy a keringőktől a csárdáson át a rock'n'rollig megszerettesse az ismert társas táncokat az új generációkkal. Kezdő vagyok társas tanítás terén, illetve hát egy-két alkalommal tanítottam ilyen szalagtűzősöknek, középiskolásoknak csak bécsi keringőt. Hát úgyhogy ez nagy élmény volt, hogy most nem csak egyféle táncot kellett tanítani, hanem többet, és hogy sikerült ötöt is. Voltak a gyerekek között néptáncos, modern táncos alapokkal érkezők, de a többség az e tekintetben érintetlen volt, akik a próbák elején, a kezdetek kezdetén úgy érezték, úristen, én ezt sosem fogom elsajátítani koszorúcskáig. Szerencsére nekik sem lett igaz. Nálatok is tulajdonképpen az első két óra, az olyan volt, hogy új, mi lesz ebből? Ha persze. Aha. Nem tudtam semmit. Aha. De végülis a tánctanár bácsi biztatott, elvitt egy olyan szintre, hogy láttad, hogy menni fog. Igen, biztatott nagyon... Nagyon jó, nagyon vicces, meg ilyesmi. Hosszú idő volt, míg eljutottál erre? Nem, igazán kevés idő volt. Kevés idő? Van-e otthon, aki inspirált, tehát táncos családból vagy-e, és már pesgett a véred nem. Erre? Nem? Nem volt olyan. Aha, apa zenész, mint hallom, de táncos az nincs a családban ezek szerint. Melyik volt az aha élmény először, amikor azt mondtad, hogy ez nem is fölösleges időtöltés, jöjjön a próba, melyik táncnál volt az? Amikor... Szerintem a bécsi keringő volt. Mi volt nehéz, és azért valahogy leküzdötted, hogy ha kell ilyet táncolni, meg tudod mutatni idegeneknek? Hát igazából a Rocky volt szerintem az, amit nehéz volt aha. Egy kicsit. A fiúknak a gátlásait éppen a lány partner mosolya, bíztatása, magabiztossága oldotta a kritikus pillanatokban, a próbákon és ha előfordult a koszorúcskán. Hát nekem nincsen táncos előéletem, de izgultunk a mai napra, szeptember óta készültünk, de hát szerintem meg lehetett tanulni könnyedén. Melyik volt, ami nehézséget okozott, amit esetleg otthon is gyakoroltál, és melyik az, ami könnyen ment, és amit táncolni fogsz, és hazamész, és tulajdonképpen nem a számítógép előjössz, hanem fölteszel egy zenét, és mindjárt táncolsz rá? Hát a keringők, az angol és a bécsi keringő az szerintem könnyedén, személy szerint könnyedén ment nekem. A Rocky és a csárdás az kicsit nehezebben ment, de azt is begyakorolhatok. Párja néptáncos, modern táncos alapokkal érkezett, azért a rock'n'roll lillának is más volt itt, mint ott. Mert nem teljesen ugyanazt táncoljuk, de az alapjait azért nagyjából tudtam. Nagyon sok bál van, és arra szerintem mindannyian el tudunk menni, és akkor
tudjuk hasznosítani a megtanultakat. Valószínűleg, hogy lesz ennek folytatása, és hát mondták, hogy jó a hangulat is, és hogy nagyon tetszett nekik, ahogy mutogattam nekik a figurákat, és ahogy elmagyaráztam, és hát azt mondják, hogy vicces vagyok, hát az, hogy szép, azt nem mondták, az már rég volt, de egyébként nagyon jól összebarátkoztunk a gyerekekkel is, és hát az osztályfőnökökkel is. Én hiszek abban, hogy a gyerekeknek, ha úgy tálaljuk mi pedagógusok, hogy egy fantasztikus dolog elé néznek, akkor azért könnyen irányíthatók. Természetesen először még meglepődve várták, hogy mi lesz ez az egész. Igazán nem hitték azt, hogy ma, a mai napon, tehát február 1-én ilyen szenzációsan fognak táncolni, de én azt hittem, hogy hittek ők az osztályfőnökükben és a táncoktatóban, hogy ezt biztos, hogy meg tudják csinálni. És így is történt. Egyfajta katarzissal érhetett fel a szülők, nagyszülők számára, amikor a koszorúcska végén tánctanári felkérésre az aput, az anyut, a nagypapát, vagy éppen a nagymamát kérte fel egy keringőre a gyerek.